több jogvédő szervezet is tiltakozott amiatt, hogy a rendőrség betiltotta a Nemzeti Motorosok az életmenete idejére tervezett agygázt elnevezésű demonstrációját. Szerintük zöld utat kellett volna adni a rendezvénynek, és akkor beavatkozni, amikor a gyülekezés jogsértővé válik. A Magyar Helsinki Bizottság úgy véli, törvénysértő, hogy 5 nappal a bejelentés után tiltotta meg a rendezvényt a rendőrség, holott erre csak 48 órája lenne. A Helsinki úgy tudja, a rendőrség a náci szervezkedést tiltó párizsi békeszerződésre hivatkozik. Szerintük erre nem lehet hivatkozni ebben az ügyben. Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, egyébként jogászember, ügyvéd, tehát sok szempontból látja és átlátja ezt a dolgot. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem az a legfontosabb szempont, hogy az a közösség, amelyiket egy vonulás, az esetben egy motoros vonulás súlyosan sért különféle alapjogaiban, meg legyen védve a jog által, a törvény által? Ez egy fontos szempont. A kérdés az az, hogy a jogai, tehát jogrendszerünk és a törvényeink alkalmasak-e arra, hogy megvédjék őket. És amennyiben nem, akkor merül fel az a kérdés, hogy megteheti-e a mindenkori hatalom, hogy az ő mozgásterét meghatározó jogszabályokon átlép. Akkor itt menjünk sorba, tehát alkalmas arra, hogy megvédjen bármely közösséget a vele szemben fellépő másik közösséggel szemben a magyar jogrend? Azt gondolom, hogy vannak, ugye a gyülekezési törvény 1989-es. Ami egy fontos szempont, mert amikor egy gyülekezési törvényt megalkották, akkor nyilván a jogalkotók legnagyobb, vagy elsődleges szempontja az volt, hogy a hatalomtól akarták megvédeni, a rendőrségtől akarták megvédeni a gyülekezőket, és 1989-ben azt hiszem, hogy ez teljesen érthető is volt. A létező legnagyobbra nyitották a kaput. És akkor is ezt szépen húzkodjuk befelé? A rendőrség két esetben tilthat meg egy rendezvényt, az egyik az, amikor az országgyűlésnek és a bíróságoknak a működését zavarja súlyosan, a másik pedig az, amikor a közlekedés korábban ugye aránytalanul megnehezült, jelen szöveg szerint pedig ellehetetlenül. Most ugye az, a helyzet az jogászi szemmel ez egy nagyon egyszerű dolog, mert nyilván én is értem azt, hogy milyen egyéb aspektusai vannak. A rendőrségnek ez a két tiltási oka van, és ha a rendőrségnek ez a két tiltási oka van, akkor nem találhat ki hozzá harmadikat, negyedik, ötödiket. És a gyülekezési törvény hatály alól kivesszük, és egy egészen másik szempontrendszer alapján vizsgáljuk, nem mint ahogy ezt most megtették. De nem vehetjük ki, tehát ezt a kérdést, hogy felvonulhatnak-e ezek a motorosok, az ő véleményüket akármilyen elítélendő, és hogy is mondjam, gyomorforgató véleményüket kifejezendő, akkor az a válasz, hogy ezt a kérdést nekünk a gyülekezési törvény alapján kell megítélni. Nincs egy órája, hogy Répási Róbert azt mondta itt ebben a stúdióban, hogy a negyedik alaptörvénymódosítás pontosan ezt a kérdéskört rendezi, és teszi lehetővé azt, hogy ilyen esetekben teljes jogkörrel eljárjon a rendőrség, és betiltson bármilyen olyan eseményt, amely egy másik közösséggel szemben irányul. Amivel azért nagyon kellene vigyáznunk, ha arra gondolunk, hogy egyébként a rendőrség 2011-ben és 2012-ben is betiltotta például a meleg felvonulást. Tehát, hogy akik most amellett érvelnek, hogy nagyon ki kell tágítani a rendőrség azon lehetőségét, hogy különböző demonstrációkat megtiltson, azok gondoljanak arra is, hogy mi a helyzet olyankor, és hogyan lehet ezekkel a szabályokkal visszaélni adott esetben akkor, amikor számukra esetleg szimpatikus a rendezvényekről van szó. A felvonulás nem valamivel szemben, hanem valami mellett nyilvánul meg. Tisztában vagyok. Ez, ami, ez amiről tény, most beszélünk, ez valamivel szemben, valakikkel az szemben. Az a kérdés, hogy a rendőrség két egymást követő évben egy bíróság által egyébként el nem fogadott okra hivatkozva tiltott meg rendezvényt, amely, ahogy ön is mondja, nem valakivel szemben zajlott. Az a kérdés, hogy mennyire bízunk meg a hatóságainkban akkor, amikor például vesszük a gyülekezési törvényt. Tehát jogilag ez borzasztó egyszerű kérdés. Olyanokból tiltotta meg a rendőrség, amelyből nem tilthatta volna meg. A párizsi békeszerződés nem hivatkozási alap? Pillanat, még ezt hadd mondjam el, a másik pedig az, hogy olyankor, amikor már nem tilthatta meg. Tehát ha a gyülekezési törvény azt mondja, hogy a rendőrségnek 48 órája van, akkor akár Orbán Viktor... Én nagyon Viktor, antidemokratikus vagyok, akkor azt mondom, hogyha közben rájövök arra, hogy az, amire én engedélyt adtam, az voltaképpen rossz célt, rossz eszközzel szolgálva, emberekkel szemben, emberek érzéseivel szemben megy,
akkor azt az utolsó pillanatban is betilthatom? Gondolom, ez egy nagyon antidemokratikus gondolat? Ön kap egy építési engedélyt, és az utolsó pillanatban rájön arra az építésügyi hatóság, hogy mégiscsak annyira szép a szomszéd panorámája, és ön már felépítette a házat. Panorámáról beszélünk, azt mondta volna, hogy világos, rájön a szomszédra a házam, amit építek, akkor nyilván visszavonható az engedély. Az a kérdés, hogy akarja ön azt, hogy a mindenkori miniszterelnök utasítására, sugalmazására, ugye kérdés, hogy hogyan fogalmazunk, a rendőrség olyan módon járjon el, amilyen módon egyébként a törvény szerint ez nem járhat el. Ez nagyon nehéz, mert ebben a dologban akarom. Egyébként meg nyilván ex-katedra nem akarom. A jogállam az ugye arról szól, hogy a jogi keretek határozzák meg a mindenkori hatalomnak a mozgásterét. Függetlenül attól, hogy annak a hatalomnak a céljával egyetértünk, vagy sem. Tehát amit most úgy érzünk, hogy egy bék jó, mert egyébként ez legyen világos, tehát ezt az egész vonulást, tehát a motorosoknak ezt a rendezvényét egy gyomorforgatónak, felháborítónak, gyalázatosnak találom. És azt gondolom, hogy mindenki más is. Az a kérdés, hogy akarom-e azt, hogy a mindenkori hatalom a saját morális meggyőződése, világlátása szerint hol betartson jogszabályokat, hol átlépjen rajtuk. Ezt nem akarom, de nyilván, azt akarom, hogy a bíróság elé kerüljön, és a bíróság ezer más szempontot is vizsgálhat már, és azt megvizsgálva mondhassa azt, hogy igen, emiatt lehet, hogy nem, de amiatt helyt adok neki. Ha ez a bíróság elé kerül, ez az ügy, akkor a bíróságnak nem lesz más lehetősége, mint egyébként igazat adni a motorosoknak, ugyanis, amint mondtam, a rendőrség nem tud rámutatni arra a jogszabályra, amely alapján meghozta ezt a döntést. Párizsi békeszerződés. Párizsi békeszerződés azt mondja ki, hogy Magyarországnak meg kell hozni azokat a rendelkezéseket, amelyek az ilyen szerveződéseknek a tevékenységét megakadályozzák. Akkor végül is egy jogi hiátusra hívjuk most fel a figyelmet? Az Európai Emberi Jogi Egyezmény azt mondja, hogy a gyülekezési jog nem korlátozhatatlan jog, korlátozható különböző okokból, közrend, közerkölcs, közegészség, stb. Egy feltétel van, hogy törvényben kell ennek megtörténnie. Pontosan azért, hogy mindig mindenki tudhassa előre, hogyha felcsapja azt a törvényt, hogy az ő gyülekezése az jogszerű lesz-e, vagy sem. És pontosan ez az, ami itt nem történik meg, tehát hiányzik az az elem, hogy egy törvény határozza meg azokat az eseteket, amikor egy másik közösség, egy másik demonstráció, egy másik csoport méltányolható jogos érdekeivel ütközik a gyülekezési jog. Akkor most két feladat van, jogszabályt kell alkotnia, akár a Párizsi Szerződésnek, akár a Helsinki Egyezménynek, akár bárminek a nevében, amitől ezeket a rendezvényeket be lehet tiltani jogszerűen. A másik pedig az, hogyha a bíróság helyt ad a motorosok fellebbezésének, akkor a társadalomnak, a civil társadalomnak kell valamilyen módon ennek a dolognak útját állni. Van itt egy másik téma, ami egészen friss, és már van előzménye, ezért hozom ide a szóba, ez is szabadságjog tulajdonképpen, az internetet szoktuk úgy nevezni, mint ahol mindent lehet, a szabadságjogok teljesülése. Ott megy végbe a legjobban, mert bárki bármit írhat, akár anonim, akár nevesített módon. Na most ehhez képest kormánypárti politikusok, immáron másodjára, hiszen Papcsák úr után Lázár úr is ezt az utat választotta, blogtereket, blogírókat perelnek be, indítanak ellenük eljárást a róluk megírt vélemény, róluk megírt blogbejegyzés nyomán. Ez a sajtószabadság kérdése? Ez minek a kérdése? Ez a véleménynyilvánítási szabadság kérdése. Azoknak a véleménynyilvánítási szabadságáról van szó, akik ezeket a blogbejegyzéseket írták. És ha én írok egy kommentet valami alá, attól én a véleményemet fejezem ki valakiről, vagy az ő személyiségi jogait sértem? Hogy is mondjam, arról van szó, hogy Lázár Jánosnak, tehát akármilyen ízléstelen ez a blogbejegyzés, illetve komment, nem blogbejegyzés, bocsánat, igen, ez egy komment, tehát bármilyen ízléstelen, tehát Lázár János közszereplő. Lázár Jánosnak azt gondolom, hogy ezt el kell tudni viselni. Tehát ő kilépett erre a nyilvános térre, politikus lett, ebben benne van az, hogy őt gyalázzák így, vagy akár durvábban is. A helyzet az, hogy Magyar Helsinki Bizottságnál mi is kapunk kommenteket, ennél sokkal cifrábbakat is. A helyzet az, hogy amikor úgy döntünk, hogy mi kilépünk a nyilvánosság elé, bizonyos közérdeklődésre számot tartó kérdésekben, akkor abban benne van az a kockázat, hogy nekünk olyan dolgokat fognak mondani, ami nekünk nem tetszenek. Én azt gondolom, hogy Lázár Jánosnak ezt el kell tudni viselni, közszereplő, ez benne van. Köszönöm, hogy eljött. Azért nekünk ne írjanak csúnyákat, jó?